Az ember tragédiájának prágai jelenetében Ádám, a híres csillagász, Kepler alakjában jelenik meg, aki gondoktól gyötörten, s a kor felszínességének és közönyének jármát nyögve így sóhajt fel. Hisz nékem nem kell semmi a világon, csak az éj és tündöklő csillaga, csak a szférák titkos harmóniája. Néhány színnel később e vágyott harmónia is szerte foszlani látszik, nyugtalanság lesz úrá rajta, mikor az emberi élet értelméről és céljáról merengve szorongásának ad hangot mondván, e szűk határú léte mindenem. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaink, először is engedjék meg, hogy külön köszöntsem Szabó István honvédelmi államtitkárt újból, Szabó Péter főhadnagy urat a Honvédelmi Minisztériumból, és Farkas Bertalan űrhajóst, a központunk névadóját. Az imént hallott madácsi idézetek az ég titkait fürkésző ember alakját tárták elénk. Az irodalom, a művészet, de a filozófiai gondolkodás is mindig valamiféle töbletet látott. Metafizikát és transzcendenciát, a fejünk fölé magasodó, boltozat határtalan végtelenségében. Az ókori történeti író Sallustius már az ember testtartásában is ezt a fölfelé irányultságot látja kifejezésre jutni, midőn megállapítja, hogy mi nem lefelé nézünk, mint a barom, amelyet a természet úgy alkotott meg, hogy a földre görnyed és a gyomrának engedelmeskedik. A középkor nagy költőfejedelme Dante olyan világképet ábrázol az Isteni Színjáték című művében, amelyben a földi szféra fölé a Paradiso 9 egét és a mozdulatlan Empyreumot, Isten székhelyét, a fény és a szeretet mennyországát feszíti horizontul. De ha felvilágosodás korát nézzük, amely az ész diadalát, a tudomány megváltást kínáló erejét emelte piedesztálra, megdöbbenve halljuk Immanuel Kant szájából ezen alázatra intő szavakat. Két dolog tölti el a lelkemet, tisztelettel és csodálattal, a csillagos ég felettem és az erkölcsi törvény bennem. A sort hosszasan folytathatnánk, hiszen számunkra az ember számára az ég, az univerzum, a planéták hívogató világa nem pusztán a tudományos kíváncsiság erejével hat, hanem minduntalan ráirányítja figyelmünket arra a végső kérdésre, amely létünk alapjára, okára és céljára vonatkozik. Tisztelt hölgyeim és uraim! 1961. áprilisában egy 12 éves fiatal srác Budapesttől 280 kilométerre Gyulaházán olyan híre lesz figyelmes, amely egyszer s mindenkorra rabul ejti a fantáziáját. És életre szóló irányt ad, gondolatainak, cselekedeteinek. A vágyak fütötte gyermek álma Gagarin űrrepülését követően 19 évre beteljesedik. Az ikaruszi szánypróbálgatást a személyes és a fizikai értelemben vett határok átlépésének kísérletét sikerövezi. 1980-ban első magyar ként Farkas Bertalan kijut a világűrbe. Mi magyarok, honfitársai többet látunk ebben a sikerben, mint pusztán a tudomány és a technika diadalát. Farkas Bertalan ikonikus alakká vált, mert noha kísérleteket végzett az űrben, szolgálta a tudományt, mégis példájával arra irányította a figyelmet, amire Babics is figyelmeztet, ne gondold, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak. Farkas Bertalan hitt abban, hogy valami nagyot vihet véghez. Először önmaga gravitációs teréből kellett kilépnie, hogy majd fizikálisan is le tudja győzni azt a nehézségi erőt, amely itt tartaná, bezárná ennek a világnak szűkös határai közé. Egy ember minduntalan, többet akarása az, amelyet tisztelni és ünnepelni lehet benne. A kitartást, amely nem tört meg a hosszú kiképzés során sem fizikailag, sem mentálisan, a fegyelmezettséget és a céltudatosságot, az akaraterőt, amelyel képes volt az önfelülmúlásra.
az ő önfelülmúlása értéket közvetít. Hogyan válik az egyén, az egyes ember sikere egy nemzet magasba emelésévé? Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a mai napon azért találkoztunk, hogy ünnepélyes keretek között megnyissuk Farkas Bertalan oktatási és módszertani központot. Nem új alapításról van szó. A 31 éve működő és oktatás innovációjában tevékenyen résztvevő Balázs Diák módszertani központ változtat nevet. A névváltoztatás ugyanakkor hitvallást is megfogalmaz. Szeretnénk az innováció zászlós hajói lenni a magyar közoktatásban. Olyan termékcsalád meghonosításán dolgoztunk eddig, és dolgozunk a jövőben is, amelyben ott találják a mesterséges intelligenciával működő robotokat, a drónképzést, vagy a kódolás megtanulásának lehetőségét, például a kódkapitány szoftver segítségével, amelyben arcával és hangjával is megjelenik első magyar űrhajósunk. Motiválni szeretnénk Farkas Bertalan példájával a mai generációt. Aki itt van velünk, nem csupán nevével és példájával, hanem létével is inspirál mindannyiunkat. Legfőképpen a mai ifjúságot, amelynek technikai és tudományos jövőképe állandóan változásban van. Lépést kell tartani a fejlődéssel, de ami ennél is fontosabb, hogy a tudás, a tanulás, az állandó önfelülmúlás és a kitartás értékeit közvetíthessük a mai diákok számára. Egy olyan korban, amikor merünk ugyan nagyokat álmodni, de könnyen megtorpanunk. Az első nehézségek láttán. A Farkas Bertalan Oktatási Módszertani Központtal valljuk, hogy a kitartó munka az Isten által teremtett világ megismerésének a vágya és a személyes példaadás mélyebb, minőségibb élethez vezet. S nem utolsó sorban hazánkat, nemzetünket is gazdagítja, azt a hazát, amelyet kölcseit idézve csak jelesek boldogíthatnak. Az igazság az, hogy én is írtam vagy 30 oldalt magamnak, de aztán úgy döntöttem, hogy nem azt olvasom fel, amit megírtam, hanem elmondom mindazt, ami lehet, hogy számotokra is érdekes, mert számomra ilyen. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezek az olyan pillanatok, amikor az ember, ha tetszik, hanem el kell azon gondolkodni, hogy megszületett, csinált valamit, de hogy 71 éves korban eljutok oda, hogy az ifjúság számára, az űrkutatás iránt érdeklő emberek számára megnyitunk egy olyan központot, amelyik Farkas Bertalan névét fogja viselni. Ha belegondoltok, nem olyan egyszerű ez. Ezért a néhány másodperc elnézést kérek. Köszönöm, hogy eljöttetek, és én nagyon köszönöm, János, neked ezt a fantasztikus, nagyszerű megköszöntőt, és én úgy gondolom, hogy amit szerettünk volna tavaly létrehozni a 40. születés ünnepelési évfordulóján, ezt ma szűkebb körben megtehetjük, és köszönöm nektek, Virágnak és neked. A kapcsolatunk, ahogy mondtad, nem most kezdődött. Régre nyúlik vissza, és én egy olyan kiváló társaságot ismertem meg a vezetésetekkel, amelyik az ember szívesen csatlakozott. Ezelőtt nem is tudom, hány évtizeddel, nem évekkel, évtizeddel. És akkor, amikor fölmerült az a kérdés, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy ilyet, az be kell olyan férfiasan, hogy ez nekem olyan értetetlen dolognak tűnt. Tudnilik, járom a világot, látom a különbségeket országok hagyományai között, és hát el kell mondjam nektek azt, hogy máshol utcákat, tereket neveznek el repült űrhajósaikról, és Magyarországon egy ilyet megcsinálni,
hogy ne talán még egy szobrot is alkotnak majd az első magyar űrhajósról, és ne talán tán a mai nappal megnyitunk egy oktatási módszertani központot. Ez egy nem egészen magyaros megoldás. De ezért én túl léptem, és nagyon sokszor, hát nem vitatkoztunk, csak beszélgettünk Virággal és Jánossal, és a végén meggyőztek engem arról, igen, csináljuk meg. A célom, az elképzelés az volt, hogy igen, amit elmondtál, és amit majd látni fogtok. Én is gyerek voltam, én is sok mindenről álmodtam, és azoknak a fiataloknak, akik ma ugyanúgy képesek álmodni nagyon sok mindenről, most csak zárójelben egymás között mondom, nem celebek akarnak lenni, nem valóságsó bajnokai, hanem egy kicsit közelebb kerülnek egy fantasztikus tudományhoz, és nem űrhajósokat akarunk mi felkészíteni, nem erről szól a történet, hanem arról, hogy lehetőséget adjunk, hogy a többi szervezetnek, minisztériumoknak, akik az oktatással foglalkoznak, akik kutatással, fejlesztéssel foglalkoznak, adjunk lehetőséget a mi bergeinken belül, ismertessük meg őket, mondjuk el a véleményeinket azoknak a gyerekeknek, akikre mi számítunk a jövőben. Nem űrhajósokat akarunk felkészíteni, szeretném még egyszer aláhúzni, hanem szeretnénk közelebb vinni az űrkutatás tudományát, az űrtevékenység finomságát. Ma már szinte nem lehet elképzelni olyan területet, ami valamilyen utómódon ne kötődne a 21. században mindahhoz, amiről a 21. század emberei, kutatói gondolnak. Hát a világűr borzasztóan tágas, nyilván az űrkutatás egy távolabbi dolog, az űrtevékenység pedig ide kötődik hozzánk, a Földünkhöz. És aki nem látta fölülről, annak szeretném fiatalként is elmondani, pontosabban fiataloknak is elmondani, de felnőtteknek is, hogy mennyire csodálatos dolog lenézni rátok, milyen csodálatos dolog volt akkor. A lenézni rátok, ez nem azt jelenti, hogy lenéztelek benneteket, csak a Föld miután mindig alattunk volt, tehát nyilván fölülről le kell, hogy nézzünk. De a másik ablakon kinéztél, akkor pedig ott volt a nagy világ mindenség, a csodálatos univerzum, amire amikor ott lebegtem az űrhajó ablakánál, akkor arra gondoltam, hogy te jó ég, mennyire is parányiak vagyunk, mennyire is porszemek vagyunk ebben a nagy univerzumban. Én biztos vagyok abban, hogy akik közelednek hozzánk, vagy akikhez mi szeretnénk közeledni, meg fogjuk találni azt a közös együttműködés szándékot, amelynek az lesz a célja, és az kell, hogy legyen, és az eredménye, hogy értéket teremtsünk. És hogyha fiatalokat valamilyen úton módon mégiscsak tudjuk befolyásolni a szó értelmében, akkor ez sokat jelent számunkra. Abban gondolkodunk, hogy ez a kis csapat, akik lelkesen felkészültek a mai napra, János és munkatársai, mindig lehetőséget fogunk adni, hogy 20-30, hát 30-nak nem, 15-20 embernek itt, ezen a területen, ezekben a szobákban megfelelően felkészült, nagyon értelmes embereket meghívva előadásokat fogunk tartani, és fognak tartani. Olyanoknak, olyanok számára, akik talán az első pillanatban nem is nagyon akarnák ezt meghallgatni, de minél jobban belemennénk a dolgok mélyébe, annál jobban rájönnek arra, hogy milyen színvonalas és milyen nagyszerű emberektől lehet információt összegyűjteni. Lehetnek orvosok, lehetnek mérnökök, lehetnek orvosmérnökök, lehetnek olyan kutatók, és lesznek olyan kutatók, akik azzal fognak itt Magyarországon foglalkozni, hogy lehet olyan terméket, mondjuk magyar paprikát, mondjuk magyar paradicsomot, magyar salátát
bazsalikomot előállítani az űrállomás fedélzetén, vagy éppen a Holdon. Képzeljétek el, milyen fantasztikus dolog lenne egy ilyen programba csatlakozni. Ahogy említettem, nem űrhajósokat akarunk felkészíteni, de olyan embereket, igen, akik részt vesznek az űr magyar, a világűr megismerésének magyar programjában. Dávid, te nagyon jól tudod, hogy mivel foglalkozunk, és mit szeretnénk terjeszteni. Azt, hogy ma már ott tartunk, hogy az űripar, a természet védelme, távérzékelés, az egészségügy, orvosbiológia, gyártástechnológia, valahol minden egyes részterület számunkra fontos. És ezt fogjuk kiharcolni, hogy értsék meg a felelős beosztásban lévő politikusok, hogy igen. Szerencsére történt egy óriási változás. A miniszterelnök úr és a csapata úgy döntött, a magyar kormány, hogy a nagyon-nagyon komoly jövőbeni célok között ott kell, hogy szerepeljen a magyar űrkutatás jövője. És ez nekünk hihetetlen fontos. Számomra borzasztóan fontos lesz az, hogy ha aláírják a szerződést, amit nagyon-nagyon várunk, a második így nem jó. A következő magyar űrhajós, akár férfi, akár nő, kerüljön a világűrbe. És szeretném még megélni, hogy az űrrepülés után Bajkonurban, vagy a sivatag kellős közepén, ahol majd sikeresen földet érnek, magamhoz ölelni őket, meginni egy pohár pezsgőt az ő egészségükre. Igaz, hogy ők nem fognak inni, akkor csak mi ihatunk, mert a mi esetünkben is úgy volt, mindenki iszogatott, mindenki jól érezte, mindenki gratulált, és mi meg csak néztük kubasszóval őket, hogy de aranyosak ezek az emberek, ahogy fogadnak bennünket. Én úgy gondolom, hogy ez a két csodálatos házi feladat, függetlenül, hogy hány éves vagyok, de egy kihívás. Kihívás számomra, hát kihívás volt az életem. És én úgy gondolom, hogy amíg az egészségem engedi, a segítségetekkel, a barátságotokkal meg akarok felelni ennek a csodálatos magyar programnak. Én is szeretném önökkel néhány gondolatmat megosztani ebből az alkalomból. Egy kicsit talán távolról kezdeném. Sokszor mondják azt, hogy az ember ősidők óta repülni szeretne. Nos, a mai időkben is nagyon keveseknek adatik meg az, hogy pilótaként a magasba emelkedjenek. Aztán ezek közül is még kevesebbeknek adatik meg az, hogy vadászrepülőként uralják az eget. Hát aztán a vadászrepülők közül is nagyon-nagyon keveseknek a világon adatik meg az, hogy kilépjenek az űrbe. Ez egy fantasztikus dolog. Farkas tábornok úrnak megadatott ez, és én azt gondolom, hogy emiatt beszélhetünk mi arról, hogy ő nyilván az űrrepülésével az életében legendává vált. Ugye a hadseregben a vadászrepülők között mindig is voltak legendák. Nos, ő is ilyen. És én azt gondolom, bár ő egy kicsit pesszimistán nyilatkozott, hogy az idő ezt megoldja, és a legendák előbb-utóbb a helyükre kerüljenek. Ez törvényszerűen így működik. Nagyon büszke volt a repülőtársadalom, és nagyon büszke volt a Magyar Honvédség is arra, hogy az első magyar űrhajós egy magyar vadászrepülő pilóta volt. És nagyon érdekes, mert amikor tábornok úr szólt, akkor eszembe jutott az, hogy mi érdekesen fogalmazunk az elejétől, mindig azt mondjuk, hogy az első magyar űrhajós. Ebben mindig benne van az, hogy nyilván bízunk abban, hogy lesz következő. De akárhány magyar űrhajós is lesz, mert nyilván lesz, és több is lesz, akkor is ő az első. Ettől is ő a legenda ezen a területen. Én nagyon örülök annak, hogy összetalálkozott tábornok úr, és összetalálkozott az Oktatási és Módszertani Központ. Egymásra találtak, és a mai naptól kezdve Farkas Bertalan nevét viseli ez a központ.
Nos, ezért is mondom azt, hogy a dolgok a helyére kerülnek, és nem is biztos, hogy az első, de ez is egy lépés afelé, hogy egy legenda túlélje majd a nemzedéket, a többi nemzedéket is, és a neve beíródjon a nagykönyvbe. Nos, még egyszer én szeretnék gratulálni ahhoz tábornok úrnak, hogy immár a nevét viseli az Oktatás és Módszertani Központ. Én szeretnék gratulálni igazgató úrnak ehhez a találkozáshoz és ehhez a nyitottsághoz, hogy ez létrejöhetett. Én nagyon sok sikert kívánok a munkájukhoz. Ahogy szoktuk mondani, a honvédségnél erőt és egészséget kívánunk. És nagyon remélem, hogy tábornok úr megéri még azt, hogy köszöntesse a következő magyar űrhajóst. Sajnos az elmúlt évben, amikor a 40. évfordulót ünnepeltük volna, pandémiás helyzet miatt ezt nem tehettük meg. De a közelmúltban a 41. évfordulót azért megünnepeltük. És nagyon jó volt látni azt a kis csapatot, aki összejött a hívószóra, hogy megünnepelje ezt az évfordulót. Nos, nem kisebbítve tábornok urat, nyilván ott is voltak legendák, azok között is. A tudósok, az orvosok, azok a szakemberek, akik részt vettek ennek az űrrepülésnek az előkészítésében, az én szememben, bár ugye én nyilván katonaként másként látom a világot, de ott is sok legenda volt, akik valóban tiszteletre méltóak. A feladat az, hogy ezeket a neveket, ezt a tudást átadjuk a következő nemzedéknek, és ebben nagyon sokat segíthet ez az Oktatási és Módszertani Központ. Még egyszer nagyon sok sikert kívánok, és köszönjük szépen ezt a lehetőséget. Köszönöm a figyelmüket!